Hé, Kamil, itt az ideje, hogy úgy beszéljünk, mint férfi a férfival. Igen. Talált ki, ki az? Milana, természetesen te vagy az. Szia. Kamil, ma biztosan nem ölellek meg. Nem értem, valamiért haragszol rám? Nem, csak arról van szó, hogy az apám majd jön a suliba. Apád? Igen, Max tanár úr felhívta, és elpanaszolta, hogy sokat hiányzok. A fenébe! Veled együtt leszek megbüntetve. És te miért lennél? Igen, mert Max tanár úr felhívta az én apámat is. Ez nagyon, nagyon gáz. Ó, gyerünk! Oké, menjünk! Lilu, ha azt hiszed, hogy azért vagy az edzőteremben, hogy a telefonodhoz legyél nőve és ne csinálj semmit, akkor nagyon tévedsz. Angie, ma nincs kedvem hozzá, nem akarok semmit sem csinálni. Ha továbbra is így viselkedsz, akkor két edző hamarosan kirúg. Jól van akkor, nem érdekel. Igen, nem érdekel, nem hiszek neked. És különben is nincs szükségem semmilyen edzésre, anélkül is jól nézek ki. Még jobban, mint az edzőt, Katie. Lilu, nem gondolod, hogy túlságosan is nagyra tartod magadat? Nem, nem gondolom. Ez az én helyem, itt én edzek. Nincs számodra elég hely egy ekkora edzőteremben? Mehetsz a sarokba gyakorolni. Nos, most megint vita lesz. Hallgass ide, Lilu. Ha annyira szeretsz a sarokban lenni, akkor menj te oda, és ott edz. Sőt, mindenki tudja, hogy te vagy közülünk a legügyetlenebb és leglustább. Lányok, ne vitatkozzatok egy szőnyeg miatt, itt mindenkinek jut elég hely. Hogy mi? Lusta és ügyetlen vagyok? És hogyan csinálja meg ezt egy ügyetlen? Na? Steph, mutasd meg neki, hogy hogy kell csinálni. Mit szólsz ehhez? Erre én is igazán könnyen megtaníthatnálak, de nem foglak. Ó, nézzenek oda, a deszka tud pörögni. És akkor a hordó irigy lett? Hordó? Hogy mi van? Te most hordónak hívtál? Igen, így van. Nagyon szép munka, gyorsan tanulsz. Nem gondolod, hogy később felelned kell a szavaidért? Lilu, mindig felelősek vagyunk a szavainkért. Megőrültél, Amina, erősebbek nálunk. Soha nem fogom hagyni, hogy a barátnőm megsérüljön, szóval készen állunk arra, hogy csúli után lerendezzük a dolgainkat. Sziasztok! Jó napot, kedjedző! Belefáradtam már ebbe, nem akarok többet játszani. Játszunk még egyet! Játsz magad, fáradt vagyok. El tudod hinni, hogy a szüleim ma azt mondták, hogy ha nem kapok rossz jegyet, akkor kapok egy Sony PlayStation-t? Menő, az én szüleim elvisztek nyaralni majd Párizsba, a Vidán Parkba. A szüleim nekem azt ígérték, hogy vesznek nekem egy Lambót. Hogy mi? Mi az a Lambó? Hát igen, egy Lamborghinit. Miért lepődtél meg? Hé, figyelj, fürtös, mivel letezte itt minket? Miféle Lambó? 18 éves vagy? Igen, ne feledkezz meg arról, hogy még gyerek vagy, és csak 18 éves kortól vezethet. Igen, ha sikerül a vizsgád. Egy szóval sem mondtam, hogy én fogom vezetni. Saját sofőröm lesz, aki a lambomban fog ülni, és majd hajt engem. Hiszel ennek a szószártyárnak? Te vagy a szószártyár. Hát én azt sem tudom, hogy Dylan tényleg fog-e kapni egy lambót. Ha megkapom, bebizonyítom nektek, és még Ponkát is elvisszük egy körre. Köszi, Dylan. Ó, engem is elviszel? Téged is elviszlek. Szuper. Bubble, téged is elviszlek, de nem a Lambóval, hanem a Samaravon. A Samarán. Dylan, elment az eszed? Oké, kérj még egy pizzát a kávézóban, mivel olyan menő vagy. Hé, haver, nyugi, nem lehet viccelni. Figyelj, Bubble, akarsz Párizsba menni? Beszélhetek a szüleimmel, és megkérhetem őket, hogy te is eljöhess velük. Mi a fenének mennék Párizsba? Mindent láttam már ott. Inkább a Sonimmal játszok. Bubble, tudod, hogy hívják a hozzád hasonlókat? Én tudom, La Poser. Ó, ki vagy te? La Major! Mind nevettek, lúzerek? Én vagyok a lúzer. Nézz előre, különben újra össze fogod törni a kördeszkádat, és sírni kezdesz. Oda nézek, ahova akarok. Benz, ne vágj fel, különben én és Dylan elbánunk veled. Ugye, Dylan? Fogd be, megint problémázni akarsz? Ha, épp csak, hogy nincs időm. Szóval szívesen eltemetlek. Ó, nagyon megijedtünk. Tűnés innen, pápa szem! Ha,
a helyetekben nem nevetnék. Ez az, Mandy, nem nevethetsz, mert nem vagy a mi helyzetünkben. És soha nem fogsz bekerülni a csapatunkba. És azt is tudjuk, hogy nagyon szeretnél. Mandy, ha a csapatunkba akarsz tartozni, akkor jobbá kell válnod, és ne légy ennyire gonosz. Ajajaj, milyen szomorú, hogy nem akartok bevenni az iskolakerülők csapatába, mindjárt sírni fogok. Mi nem vagyunk iskolakerülők. Akkor meg miért hívta be Max tanár úr az apukádat a suliba? Apukámat? Lányok, tudja valaki, hogy miről beszél? Te kopogtattál be Max tanár úrhoz a Kamillal való hiányzásunk miatt? Nem kopogtattam, hanem jelentettem. A harkályok kopogtatnak, és nem vagyok fakopáncs, amint látod. Mandy, van fogalmad róla, hogy mit tettél? Most a barátnőmet bajba sodortad. És a barátnődnek nem szabad Kamillal kéz a kézben sétálgatnia egész nap, és kihagynia az órákat? Mandy, feltehetek egy kérdést? Halhatatlan vagy? Igen. Nice, kérsz egy tojást, még nyers? Ha, meg bolondnak nézek ki. Egyél te nyers tojást egyedül. Kamil, te kérsz? Hulk, már megint el vagy keveredve a tojásaiddal. Hiába. A nyers tojás egyébként nagyon egészséges. Minden nap eszem, legalább egyet. És mire jók? Nice. Rengeteg fehérjét tartalmaz. És ettől nőnek az izmaim olyan nagyokra, mint amilyenek. Jobb lenne, ha az agyad lenne egyre nagyobb, és nem az izmaid. Tudod, Nice, nekem legalább vannak nagy izmaim, de neked egyik sincs. Vékony is, és hülye is vagy. Nézd magadra. Oké, srácok, ebből elég. Ne veszekedjetek a tojásokon, inkább segítsetek. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen problémáim vannak. Haver, bántott valaki? Mutass rá, és én széttépem azon nyomban. Igen, együtt szétszedjük. Nice. Ne fáradj, te szájhős. Engem nem bántott senki. Max tanár úr behívta Milana apját a suliba, és most ezért távol kell maradnunk egymástól. Nehogy kiderüljön. Haver, ez teljes mértékben gáz. Nem lennék szívesen a helyedben. Nem vagy szerencsés. És ha akarod, beszélek Davával is, hogy megvédjen. Ne, haver, ne beszélj senkivel. Csak rontanál a helyzeten. Kamil, hadd beszéljen vele. Biztosan megtaláljuk vele a közös hangot. Nice. Nem akarsz kimaradni inkább a férfiak beszélgetéséből? Hulk, most meg mi bajod van? Megsértődt, hogy nem ettem veled tojást? Igen, eldöntöttem. Én magam beszélek az apjával, és mindent elmagyarázok neki. Remélem meg fogja érteni. Kamil, egyél egy tojást, ez majd segíteni fog rajtad. Hulk, már elegünk van a tojásaidból. El tudnád őket tenni valahová? Hová? Hová? Hát például... Nice, ne mondd ki, nem szabad kimondanod. Itt végre nincsenek diákok. Max tanár úr, sürgősen beszélnünk kell. Mit akarsz már megint? Van egy remek üzleti ötletem, nagyon sok pénzt kereshetünk az iskolában. Nem értem, hogy ezt miért most mondod el. Miért ne? Dylan, elég, menj innen, pihennem kell. De Max tanár úr! Dylan, menj innen! Üzletember. 20 000 a csuklom, 20 000. Max, mi a fenét keresel itt? Ketté, jelenleg szünetem vagyok, és jogom van szünetet tartani ezektől a diákoktól. Amíg te ezt a sok baromságot csinálod, a diákjaid összetörték a cserepet a kedvenc virágommal. És mit csináljak én bele? Miért hozod ezt fel nekem folyton? Mert ők a te tanítványaid, és te vagy értük felelős. Ketté, ne felejtsd el, hogy ők a te tanítványaid is. Munkát akartál az iskolában. Tessék! Mert annyira könnyű suliban dolgozni, ugye? Hihetetlen vagy. Ez azt jelenti, hogy egyedül kell megoldanom az összes problémát? Nem tudom. Na, 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 na. Tudod mit, Max? Ha nem találod meg, hogy ki törte össze a kedvenc virágcserepemet, akkor örökre elfelejthetsz. Mi? Ketté, te most tényleg szakítani akarsz velem valami cserép miatt? Igen, jól értetted, Max tanár úr. 20 000 a csuklón, 20 000 a csuklón, ide figyelj! Benz, mondjak neked valami vicceset? Ja, szerettem a vicceket. Benz, nézz ide! Mi? Minek? Ne aggódj, nézd, vicces lesz. Na mi van itt? A fenébe, Puzzle, mi a fenét csinálsz? Hát ez csak egy vicc volt. Mi olyan vicces? Nevetek, mert vicces. Igen, nagyon vicces. Rohadt vicces, rácok. Nos, Puzzle, megvan. Mi? Max tanár úr, miért én?
Mert tudom, hogy te törted össze Keti kedvenc virágcserepét. Ismét kosárlabdáztál az órán? Nem törtünk össze semmit, most jöttünk. Ó, akkor viszont elkéstetek az óráról. Miről beszélsz? Gondolkozhatnám, mielőtt beszélsz. Új késett, és én értem ide először. Szóval nem tévedtem, mivel te jöttél először, te törted el? Logikus a tanár úr. És ha érdekli, én még mindig késésben vagyok. De megmondd el a szüleidnek, hogy már régóta várom őket az iskolában. Miért? Még nem tudom, de majd kitalálok valamit. Max tanár úr, veszekedett megint Keti edzővel? Hogy mi? Ne üsd bele az orrod abban, ami nem tartozik. Igen, törődj a saját dolgoddal, látod, én is ő, itt csendben ülünk. Jobb, ha követed a példájukat. Mennök vagyunk. Puzzle, új kaktuszt és új cserepeket kell szerezned. Most meg mi van? Puzzle, tényleg összetörted a cserepet? Mi? Nem törtem össze semmit sem. Igen, csak Max tanár úr lúzernek lát, és ezért köt beléd. Te magad vagy a lúzer. Benz, akarsz egy jó viccet hallani? Hülye vagy? Nézed a te magad. Nos, Kamil, itt az ideje, hogy úgy beszélgessünk, mint férfi a férfival. Igen. Apa, ez nem az ő hibája. És ki a hibás? Lehet, hogy Bubble a hibás. Miért én? Nem vagyok én bűnös, Dylanre esküszöm. Apa, az én hibám. Kihagytam az órákat Kamillal. Milana, de miért tetted ezt? Mert mi... Srácok, Kamil tanul ebben az osztályban? Dáva? Nazim? Apa? Nazim? Haver, mit keresel itt? Csak azt nem mondta, hogy megint másodikos maradtál. Megbuktál, mi? Nem, most jöttem a lányomhoz. Apa, egy vesztes voltál? Hát nem, ez nem. A fenébe, haver, évek óta nem láttalak. Hogy vagy? Egyáltalán nem nőttél. Gyerünk.